Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Nagykőrösi győzelemmel zárták az alapszakaszt a kék cápák. 2-1-re verte a Szeolt a kisvárdai labdarúgó csapat. Budapesti sikerek születtek az amatőr kézilabda diák olimpia döntőjén. Ismét hazai környezetben készülnek a nyíregyházi diszkoszvetők. Átvehették érmeiket a megyei futszálbajnokság legjobbjai. Idegenbeli sikerrel biztosította be a bennmaradást az NTK. Sorozatban 9. győzelmét aratta az alapszakasz utolsó fordulójában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 101-90-re győztek Nagykőrösön, így a harmadik helyen zárták az alapszakaszt a keleti csoportban. Fel voltunk készülve a körülményekre, hogy milyen teremben fogunk játszani, illetve az ellenfélre, de szerencsén meg tudtuk oldani ezt a dolgot. Ezzel a sikerrel a harmadik helyen zárt a csapat az alapszakaszt, ugye hosszabbításban legyőzte a Miskolc a Hódmezővásárhelyt. Mennyire vagytok elégedettek ezzel a harmadik helyen? Nagyon maximális elégedett vagyok az egész csapat teljesítménye, főleg amit a második szakaszban nyújtott a csapat. Ugye 10 győzelem egy vereséggel zártuk a második szakasz, 9 győzelem zsinórba, ezt nem kell megmagyarázni szerintem. A legjobb négy közé jutásért az oroszlány lesz az ellenfél, két nyert meccsit tart a párhaz, és az oroszlány van előnyösebb helyzetben, hiszen otthon játszott kettőt, ha úgy alakul, viszont a Hepkupa bronzmeccsén nagyon magabiztosan győztétek le, az oroszlány számíthatja az valamit? Nyilván számíthat, igen, de hát a fiúk azért önbizalommal megyünk a mérkőzésre, illetve azért az oroszlány erősödött azóta, mert ugye egy amerikai játékos érkezett, illetve a régi visszajött, most még nem tudjuk, mert most már kettő van ott, és a Madár Andris ugye Tiszaújvásba átment oda az oroszlányba, úgyhogy azért erősödtek. De felkészülünk belőlük, és győzni megyünk korosztályon mindenképpen. Mennyi számíthat az, hogy zsinórban 9 mérkőzést tudott megnyerni a csapat, és ezt azért tudják korosztályban is? Sokat számít, mivel van önbizalom a csapatnak, jó ritmusban vagyunk, jó formában vagyunk, jó hangulat a csapatban, úgyhogy ezt kamatoztatni fogjuk a mérkőzésen is. A bajnokság vége felé már előfordulnak kisebb-nagyobb sérülések, ti hogy álltok ezen a téren? Igen, hát kisebb sérülések ilyenkor előfordulnak. A rehabilitációra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, de olyan sérült igazán nincs, aki nem fog tudni játszani pénteken. Zsinórban 9. győzelmét aratta Nagykőrösen a Nyíregyháza Blue Sharks, nehezebb vagy könnyebb meccs volt, mint amire számítottatok? Nehéz meccsre számítottunk előzetesen is. Azért a legmegfelelőbb körülmények között játszanak a csapatok Nagykőrösen, ezt meg kell említeni, de erre készültünk, tudtuk, hogy nehéz lesz, kint vannak szurkolók, buzdítják őket, hangosak, azért behallatszik ebbe a terembe minden, és ezzel együtt készültünk, oda mentünk, koncentráltunk, első negyedben még fejfél mellett haladtunk, de a második negyedben volt egy 10 vagy 12 nullás rohanásunk, amivel igazából kicsit megtörtük az ellenfelet, és onnantól végig az eredmény után futottak. Az alapszakaszban harmadik helyen zárt a csapat, ezt talán a bajnokság előtt aláírta volna mindenki, hiszen egy új alakuló fiatal együttesről van szó, de gondolom azért menet közben, főleg a 9 győzelem hatására megjött az itt, hogy milyen esélyt látsz az oroszlány elleni negyed döntős párharcban. Abszolút aláírtuk volna, azért szezon előtt a nem hivatalos célkitűzés az, hogy a 4 körül legyünk, végezzünk, ha úgy van, akkor jussunk be a 4 közé, de mindenféleképpen szerettük volna elkerülni a esetleges 7. vagy 8. helyet, ami ugye jövőre harmadosztályt jelenthet. Szezon felénél nem feltétlenül úgy álltak a dolgok, ahogy elképzeltük az elején, de említetted ezt a 9 győzelmes sorozatot, nagyon összeálltunk a pályán kívül és a pályán belül is, és igen, tele vagyunk önbizalommal, pályahátrányban vagyunk, tudjuk, hogy oroszlányban nagyon nehéz nyerni, egy nagyon erős hazai pályával rendelkeznek, rengeteg szurkoló fog kijönni a meccsre, de úgy érezzük, hogy mikor, ha nem most. Úgyhogy pénteken is oda megyünk, és megpróbáljuk elhozni az első győzelmet. Negyedik tavaszi hazai bajnoki meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese 1-0-ás fél idő után 2-1-re verte a Szeol FC-t, így továbbra is a negyedik helyen áll az NB2-ben. Lehetett volna sokkal egyszerűbb ez a mérkőzés, de hozzászoktunk az utóbbi időben, hogy nagyon szűk eredményekkel nyerjük a meccseinket. Eddig nem kaptunk gólt, most ez is megtörtént egy butaság miatt,
Ennek ellenére összességében természetesen elégedetnek kell, hogy legyünk, mivel a pályánk még mindig nem teszi lehetővé azt a gyors játékot, amivel hamarabb el tudnánk dönteni a mérkőzéseket. Rengeteg olyan bizonytalanságot ereszt a játékosokban, amely a döntéshelyzetekben sajnos lelassítja őket. Nagyon sokat kell bővelődni a labda átvétellel, és ez mind-mind időveszteség. Bízom benne, hogy azért rövidesen már az új pályakarbantartónak köszönhetően helyre jön, sűrűbb lesz az időjárás is lehetővé teszi, és akkor talán az ilyen meccseket le tudjuk hozni jóval nagyobb gólkülönbséggel, mert hát bizony az első fél időben talán 6 olyan 100%-os ígyszerünk volt, amelyiknél csak fogtuk a fejünket, nem beszélve a 11-esről. És hát a második fél időben, ahogy szokott lenni ilyenkor, az ellenfél azt megbüntette, ugye, és egy kósz előrével is után mi támadtunk, vakon előre rúgták a labdát, és a Feri butasága miatt egy 11-es után sikerült kiegyenlítenek. Ezt követően nem kapkodtunk, nem váltunk türelmetlenekké, és ez volt a sikerünknek a kulcsa, mert nagyon fontos, hogy ilyenkor higgadtak tudjunk maradni, tovább járattuk, tudtuk, hogy lesznek lehetőségeink, meg is volt már a gól előtt, korábban megszerezhettük volna a vezetést, majd sikerült megszerezni, utána még ráfejelhettünk volna, nem tudtunk gólt szerezni többet, és hát én úgy érzem, ennek ellenére az ellenfélnek nem nagyon volt kapu közeli lehetősége, se nem volt helyzete, és hát ez egy magabiztosnak mondható szintén ez a siker. Ebben a bajnokságban először rúghatott 11-est a Kisvárda, és némi iróniával talán mondhatjuk azt, hogy picit, mintha meg is lepte volna a csapatot ez a lehetőség. Ez pontosan így történt. Nem is készülünk már rá az utóbbi időben. Hát ilyen még nem fordult elő pályafutásom alatt. Lehet, hogy egy picit hibáztunk. Egyébként a kötelező kérdést feltettük a játékosoknak a meccs előtt, négyen jelentkeztek, és hát a Horváth Zoli vállalta el. Elmarasztalhatjuk, de természetesen nem sokat érünk vele. Én azt gondolom, hogy a héten már akkor figyelni fogunk erre a részre is, és hogyha a következő alkalommal lesz, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy talán a legjobban játszó, a legjobb formában lévő játékosnak kell lesz vállalni. Hát ebben a pillanatban nem tudom, hogy kire lehetett volna, mert a Gosztonyi van még, aki a Cseri, a Horváth Zoli, hát mind a három támadó valójában őszintén azért halványabb teljesítmény nyújtott, és mindegy, hogy kirúgta volna, nem hiszem, hogy ezen múlt. Több gólt kellett volna rúgnunk akcióból, illetve a pontugások utáni helyzetekben rengeteg lehetőségünk volt, és azt nem értékesítettük. Idegenbeli mérkőzés következik, de ugye szemben a dunántúli túrák ezúttal a legközelebb lévő csapathoz utaztok Cigányra. Számíthat ez valamit? Elsősorban ez fizikálisan jelent neki nagy könnyebbséget. Nem kell átutaznunk az országot. A tavalyi ősszel megtapasztaltuk, és most lényegesen jobban is jöttünk ki pontszámban eredményességben ebből, hogy milyen fárasztó, amikor 1000 kilométerre utazunk egy meccs után. Nem tud regenerálódni az izomzat. Most viszont a Cigánd azért egy szomszédvári rangadó, ők biztos, hogy 200%-ot fognak nyújtani, viszont jobb a pálya, mint a miénk, ez egy előny. Közel vagyunk, természetesen mi azért győzni szeretnénk ott is, mindent meg is fogunk ennek az célok érdekébe tenni, és én azt gondolom, hogy azt követő meccsek lesznek inkább a fontosabbak, mert már szerdán jön a Csákvár, vasárnap pedig megyünk a Vászhoz, úgyhogy az nagyon sok mindent befolyásolhat. Nekünk a következő meccsre kell koncentrálni, az meg most a rangadó lesz a Cigány, és ott szeretnénk győzni mindenképpen. A sajtótájékoztató végén bejelentetted, hogy június közepétől Kondás Ellemi lesz a csapat vezetőedzője. Miért éppen a Debrecen volt mesterére esett a választás, és mi indokolja azt, hogy te hátrébb lépsz egy sorral? Már egy jó ideje, keresgetem azt a személyt, aki méltó lehet a Kisvárda kispadjára, és hát az Ellemére nagyon régi kapcsolatot ápolok. Együtt végeztük a ProLicencet is, a Herceg Bandival és vele, együtt jártunk föl, több évet együtt töltöttünk, ismerjük a szakmai hitvallásunkat egymásnak, és azonos elveket is vallunk. Na most a jelenlegi fázisunkban sokkal fontosabb, hogy az én vágyaimat azt egy kicsit háttérbe szorítsam, és a klubot kezdjük el építeni. Sokkal fontosabb, hogy mi lesz a Kisvárda klubbal. Ezt egy személyben egyenlőre nem tudom megoldani. Fontosabb az, hogy erre a feladatra egy hozzáértő embert ültessünk be a vezetőedzőszékbe, és az is nagyon fontos, hogy ezt a filozófiát azért tovább tudjuk vinni a klub életben is. Olyan épületek jönnek, amelyek megkívánják a teljes irányítást részemről. Nem tudok már most szétszakadni, nagyon sok mindent egyedül végzek, nem fér bele egyszerűen lehetetlen, és nem akarom, hogy a későbbi során az eredményességre is hason. A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve Kisvárda volt a mérkőzés esélyese, meg is nyerte a találkozót. Mi az, ami miatt hiányérzet maradt benned a meccs után? Első perctől kezdve
egy kicsit megijedtünk. Ugye az ellenfeltől tudtuk, hogy milyen erőképviseli a hazai csapat, de azért annyira nem kellett volna tisztelni a hazai csapatot. Rengeteg gólhelyzetet kialakított, mondom, a kapusunk jó védett, kivéte a 11-es. Tulajdonképpen az féletebb is erről beszélt, szóval, ha van olyan játékos, aki nem meri, aki nem bátor, nem elég bátor, ilyen meccsek nincs mit keresni valapályán. Ismét egy harcos küzdelmes meccsen gyűjtött ebbe a három pontot a Kisvárda. Belülről hogyan élted meg ezt a mérkőzést, amelyen azért ott volt a rajtatok a nyomás, hiszen mindenki minden áron győzelmet várt a csapattól, ami a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve nem meglepő. Az NB2-es bajnokságban nincs igazán könnyű mérkőzés, hiába játszunk a tabella a második feléhez tartozó csapat ellen, vagy ugyancsak a középmezőnyhöz, vagy az élmezőnyhöz tartozó csapattal. Nincs könnyű mérkőzés. A mai sem volt egyszerű. Egy küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot, ahol begyakorolt szituációkból rúgtuk a gólokat. Az elmúlt hetekben már lehetett látni Kondás elemét a Kisvárda meccsén, mostantól pedig hivatalos, hogy júniustól átveszi a csapat irányítását. Milyen aszpolitikával ül majd a Kisvárda kispadra? Az Attilával már régóta beszélgettünk erről, és mondta, hogy neki rengeteg elfoglaltsága van. Igazából egyforma a filozófiánk, mert én is a játszócsapatot szeretnék látni a Kisvárdából, és nyilván támadó futball, de ahhoz, hogy a csapat nyerni tudjon, ahhoz támadni kell. Úgyhogy ebben szerintem nem fog változni. Nyilván ugye Attila mondta, hogy a pályatalaj az jobb lesz, mert most én is sajnálom a játékosokat, mert nem tudják azt a játékot játszani, amit egyébként tudnának. Ugye bebizonyították a Felcsút ellen is, Puskás Akadémia ellen, hogy tudnak nagyon jól futballozni, amennyiben a pálya minősége az megfelelő. Úgyhogy nyilván én is arra fogok törekedni, hogy támadó futballt játszunk, játszó futballt játszunk, látványos futballt szeretnénk, és természetesen legfontosabb az, hogy eredményes futballt. És ugye egyáltalán nem kizárt, hogy már egy NB1-es csapattal kezdhetél a felkészülés június végén, július elején? Igen, úgy látom, hogy bármi benne van most akár a nyárban, tehát ezért kettős érzések is vannak, hogy amennyiben nem sikerül, nyilván akkor a következő évben meg kell kísérleni a feljutást mindenképpen. Amennyiben meg a csapatnak sikerül feljutni, akkor meg természetesen az egy jó kihívás mindnyájunknak. A fiúknál a budapesti Szent István gimnázium, a lányoknál a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos amatőr kézilabda diák olimpia országos döntőt. Nyíregyháza 4 csarnokában 32 csapat játszott az elmúlt hétvégén. A Magyar Diásport Szövetség részéről azt tudom mondani, hogy mindenképpen egy rang. Nem csak Nyíregyházának egyébként, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is. Ide mindig szívesen jövünk, hiszen a megyei egyesületünk az egyik impozáns példa arra, hogy lehet jól diáksportot szervezni megyei szinten is. És nem véletlen az, hogy az összevont labdajáték döntő után most a 5-6-os korcsoportos, tehát a középiskolás fiúlány kézilabda országos döntőnek is a Continental Arena adhat otthont. És talán nem árulok el titkot azzal sem, hogy Szabó Tünde államtitkár asszony Nyíregyháziként méltán büszke arra, hogy ennyi sok-sok diáksportesemény látogat el ide a megyeszékhelyre. Ugye 5.-6. korcsoport, tehát olyan diákokról van szó, akik előtt már célkezdben az érettségi továbbtanulás. Emellett mennyire, mi a tapasztalat, mennyire egyszerű, vagy mennyire nehéz sportolni ezeknek a fiataloknak? Sosem könnyű azt hiszem összehangolni a tanulást és a sportolást, de jó példák mindig vannak, és azt gondolom, hogy azok, akik részt vesznek ezen az országos tanulmányi versenyen, minden motivációt megkapnak, nyilván a szüleik részéről is és az iskolák részéről is, hogy részt vegyenek ezeken a versenyeken. Mi az MDS, a Magyar Diásport Szövetség részéről azt tudjuk ezt hozzátenni, hogy ő számukra, akik most már itt az 5-6-os korcsoportban mérettetnek meg, nagyon közel van az a 10 felvételi többletpont, amit egy országos döntőn elért egy 3 helyezés biztosít. Ez az esztendő egy jubileumi év a Magyar Diásport Szövetség számára, hiszen 30 éves a diák olimpiai sorozat. Hogy néz ki a hátra lévő időszak, milyen nagyobb eseményekkel készülnek? Így van, a diák olimpia is 30 éves, és a Magyar Diásport Szövetség is. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy júniusban egy jó nagy durranással próbáljuk megünnepelni ezt az évfordulót, és az a jó hírem van, hogy a régióra esett a választásunk akkor, amikor helyszínt kerestünk. Ugyan idén most nem Nyíregyháza, de hát sokat voltunk idén már itt, nem Debrecenben lesz június végén egy 3-4 napos nagy esemény koncertekkel, fesztivál hangulattal, 6 sportággal, rengeteg gyerekkel, és bízunk benne, hogy rengeteg szurkolóval, szülővel, családokkal, akik kilátogatnak majd Debrecenből. Egy-két mérkőzés ugyan még hátra van az amatőr diák olimpia döntőjében, de már talán lehet egy pici méleget vonni. Milyen 3 napot zárnak itt ezek a fiatalok, akik szó szerint amatőrként, hiszen igazos sportolók, de nem kézilabdázók, vettek részt ezen a rendezvényen?
Nagyon pozitív a kép, én úgy gondolom erről a diákolimpiai döntőről, erről az országos döntőről. Játékosokkal és vezetőedzőkkel, illetve kísérőtanárokkal, akikkel beszéltünk, mindenki nagyon elismerően nyilatkozott mind a szervezésről, mind pedig a körülményekről, és számunkra ez a legfontosabb. És persze hát örültünk volna annak is, hogyha itt a döntőben szurkoltunk a megyei csapatokért. Ez most nem sikerült, hajszálon múlott, de így is nagyon szép eredményeket érnek el, hiszen az 5.-8. helyért játszik mind a három megyei csapat, ami azt hiszem, hogy a 16-16 csapatos mezőnyben egy igen csak elismerésre méltó teljesítmény, és mégiscsak az ország legjobbjairól beszélünk. Szakmailag hogyan lehet értékelni ezt a rendezvényt, hiszen ugye sportolókról van szó, de nem kézilabdázókról. Így van, ugye hát az amatőr diákolimpia döntő. Valóban itt a sport szeretete az, ami fűti, nem igazolt versenyzőkről van szó, de én mégis azt gondolom, és látva a mérkőzéseket nyugodtan kijelenthetem, hogy itt az amatőrök között is igen élvezetes, igen hajtós, és valóban mindenkin látszik az, hogy szeretné megmutatni azt, hogy mennyire szereti a játékot. Tehát azért mondom, hogy aki kilátogatott, vagy akár aki csak eljött ide megnézni azt, hogy mi zajlik itt egy B-csoportos kézilabda diákolimpiai döntőben, azt hiszem, hogy mindenképpen pozitív élményekkel megy majd haza, és még egyszer mondom, hogy nagyon színvonalas mérkőzések is voltak, ami azért jelzi a rendezvénynek a jelentőségét. A megyei diáksport és szabadidő egyesület is magasra tette a mércét, hiszen az év első 3 hónapjában 2 országos döntőt is rendezett. 2,5 hónap hátra van még a tanévből. Milyen nagyobb eseményre lehet még számítani? Valóban az első negyed év az nagyon izmosra sikerült, hogy így mondjam, úgyhogy, de örülünk neki, hogy ezt a 2 nagy rendezvényt sikerült ilyen színvonalon és ilyen körülmények között megvalósítanunk, ezért mindenkinek köszönöm a segítségét, aki egy picit is hozzájárult. Nem fogunk pihenni az elkövetkezendőkben sem, országos döntő bár már valószínűleg ebben az évben nem lesz, de országos elődöntőket, például kézilabdában, röplabdában mindenképpen szeretnénk megrendezni még ebbe az évben, és jövőre pedig újra országos döntőket fogunk megpályázni, bízom benne, hogy lesznek nagy durranásaink. A Tenerife-i edzőtáborozás követően ismét hazai környezetben készül 3 nyíregyházi diszkoszvető. Az edzőtábort megelőző Európa Kupán Szikszai Róbert 60 méter 49 cm-es teljesítménnyel a 6. helyet szerezte meg. Ez 2 dologból is nagyon jónak számít, hiszen mondtam, hogy nem tudtunk felkészülni igazából az időjárási körülmények miatt, és tehát ilyenkorán még soha nem kezdett. Ekkorával, tehát 60 méter felett dobni, és olyan dobó atlétákat vert meg, akik 67-68 méteres egyén csúcson rendelkeznek, tehát azt jelenti, hogy jó állapotban van. A hosszú tél után mennyire volt hasznos ez a 2 hét meleg égőben? Hasznos volt, igazából akkor lett volna hasznos, hogyha előre tudtuk volna, hogy milyen idő lesz, milyen kemény lesz a tél, akkor egy hónappal korábban kellett volna menni, de ugye ezeket menet közben már nem lehet megváltoztatni, a helyfoglalások, stb. Azt hiszem, hogy hasznos volt, technikailag nagyon sokat tudtunk előrébb lépni. Mikor indul majd a szabadtéri versenyszezon? Április 22-én már Szentesen lesz egy dobóverseny, ott kezdünk, ez egy ilyen edzés jellegű, hiszen majd onnan edzőtáborba is megyünk még Tatára, és a Szombathelyen 29-én lesz a Superliga döntő, illetve bocsánat, Superliga verseny, ott kezdünk, és ott már kiderül, hogy milyen állapotban vagyunk. Szikszai Róbert úr, egyszer szó, milyen formában, milyen állapotban jelenleg Kerekes Dóra és Káprár János? Nekik is nagyon hasznos volt, hiszen ez nem csak ugye a körülmények, de ugye pszichésen is feldobja az embert, hiszen egy olyan körülmények között tudtunk dolgozni, ugye nagyon úgymond profi körülmények között, és ugye maga a környezet, új helyszín, nagyon jó állapotba kerültek, tehát az időszaknak megfelelő, illetve kicsit jobb. Mielőtt elutaztál a dobó Európa kupára, azt mondod, 60 méter körüli eredmény szeretnél elérni, végül 60-49-et dobtál, mivel 6. lettél, mennyire vagy elégedett ezzel? Nagyon elégedett vagyok, itthon 50-56 métereket dobáltam, itt azért ott kint egy 20-25 fokkal melegebb volt, nyilván 5-ig se sikerült ezt a 60 métert megdobnom, meglepődtünk a de örülünk neki. Mennyire volt hasznos az edzőtábor, hogy érzed? Nagyon jó feltételek között készültünk, 20-25 fok volt, sérülésmentesen tudtunk készülni, úgyhogy reméljük ez az idei évre, ez jót jelent. Milyen eredménnyel lennél elégedett a nyári időszakban ezután a 60,5 méter után? 60 méter alatt nem szeretnék majd én dobni. Egy jó átlagot szeretnék hozni, egy ilyen 62 méter fölötti átlagot, abból esetleg egy 65 méteres dobás kísérlet, és az lenne a VB szint.
mielőtt elutazhatok az edzőtáborba, azt mondhatod, hogy remélem sikerül bepótolni azt a munkát, a munkák, azt a technikai részét, amit a hideg idő miatt kimaradt. Sikerült? Ami azt jelenti, igen, sikerült. Nagyon jó volt az időnk. Mondjuk azt túlzás, hogy jó volt, sütött a nap, elég meleg volt, dobáshoz pont ideális volt. Sikerült elintézni azokat a dobási munkákat, amiket ugye előre egy hónappal kimaradtak. Ugye szerintem most ott tartunk, ahol kell tartanunk. Te milyen eredményt tűztél ki erre a szezonra magad elé célként? Mindenféleképpen szeretnék már 60 méter felett dobni ebben az évben. Aztán remélhetőleg, hogy sikerülni is fog az elmúlt, mióta hazajöttünk, nagyon jól mentek itt a dobások. Aztán bízok benne, hogy az elkövetkezendő versenyekben majd sikerülni is fog. Milyen erőben, milyen formában érzed magad? Ugye még egy szűk hónap van hátra a szabadtéri versenyszezon kezdetéig. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, még technikai csiszolásokat azt végre kell hajtani, de remélem, hogy jó lesz ez a szezon. Az idén mi számodra a fő verseny? Az Univerziádé lesz augusztusban, arra szeretnék kijutni. A MÁD FC csapata nyerte a negyedik alkalommal kiírt megyei futsalbajnokságot, a második helyen a Nyírt Gyulaj, a harmadik helyen pedig a Levelek csapata végzett. Az érintettek kedden verték el díjaikat az MLS megyei igazgatósága által szervezett rendezvényen. Összességében is nyugodtan kijelentettem, hogy rendkívül pozitív volt a kép, hiszen egyrészt ugye minden eddiginél több csapat jelentkezett, 10 együttes, 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és nagy örömünkre 2 Borsod-Abaúj-Zempléni együttes. Ráadásul a sportszerűség terén is talán most zártuk a legjobb évet. Gondolok itt arra, hogy minimális kiállítás volt, rendkívül sportszerű hangulatban zajlottak a találkozók, és nagyon kevés változás volt, mérkőzés, módosítás, változás, illetve ezeknél a változásoknál is nagyon rugalmasan álltak hozzá a csapatok. Ugye tudjuk, hogy olykor a termeket, a csarnokokat kibérelni nagy nehézségek árán sikerül, viszont annak is örülünk, hogy nem egy és nem két új futsalfelleg várjott létre, hiszen Levelektől kezdve a Nyírkarászki Gyulaházán játszotta a mérkőzéseit a Mádiak, mind-mind több 10, sőt adott esetben több mint 100 néző előtt játszotta. El lehet most elmondani négy szezon után, hogy a nagypályás edzők is tudomásul vették, hogy olykor a játékosaik hétfőnként futszáloznak a bajnoki meccsek után? Igen, nyugodtan kijelentettem, hogy el lehet ezt mondani. Ugye jó pár évig a kispálya volt a kiegészítő játék a nagypályás labdarúgók részére, ezt most kezdi egyre inkább felváltani a futszál, ehhez természetesen ezért kellenek a megfelelő infrastruktúrális feltételek, de egyre többet lehet hallani, hogy nagyon sok nagypályás edző a futszál, különböző futszál elemeket a nagypályás edzésekbe is beiktat, itt gondolok az egy-két érintős játékba, vagy a két-három játékos kombinációjára. Talán egy picit furcsa kimondani, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye futszálbajnokságát egy borsodi csapat a MÁD nyerte. Újoncként indult a csapat ebben a bajnokságban. Mi volt az elvárás, és minek köszönhető, hogy az élen végzett a csapat? Mivel a MÁD FC-nek az életében az első futszál idénről beszélünk, igazság szerint a puhatolózás és az ismerkedés volt mind a sportággal, mind magával itt a szervezett bajnoksággal. Nem gondoltuk volna mi se az elején ezt, hogy ez így fog sikerülni. Hál' Istennek a meccsek erőre haladtával egyre jobb teljesítményre volt képes a csapat, és így sikerült a bajnoki címet elhódítanunk. Mennyire lett népszerű a sportág a településen? Mivel sajnos egyelőre még saját csarnokkal nem rendelkezünk, így a szomszéd a szerencsén játszottuk a meccseinket, viszont ennek ellenére, ahogy az eredmények jöttek, úgy egyre több MÁD-i néző látogatott ki Szerencsre, és azt vettük észre, hogy a szerencsi nézők is előszeretettel jártak ki a meccsekre, és jelezték is, hogy ha MÁD-ra költözik haza a csapat, akkor ott is szívesen velünk tartanak. Vannak edzők, vagy voltak edzők, akik nem nagyon örülnek annak, ha a nagypályás játékosok futszaloznak, te a jó tanulok, hogy játékos edzőként szerepelsz, úgyhogy mindkét területen érintett, vagy mi az, amivel kedve tudnál csinálni a futszálhoz a labdarúgóknak? Én úgy gondolom, hogy az, hogy sokkal közelebb vagyunk a nézőkhöz a kispályán, sokkal akciódúsabb ez az egész játék, mindenképpen egy jó program, és itt, ahogy Szabolcsban megismerkedtünk a csapatvezetőkkel, csapatokkal, szervezőkkel, én úgy gondolom, hogy nagyon családias a légkör, minket is úgy fogadtak, mint hogy már itt lettünk van évek óta, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hétfő esti program, mind szurkolónak, mind játékosnak egyaránt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el az országban elsőként 4 évvel ezelőtt a megyei szintű futsalbajnokság. A megyei szövetség elnökségi tagjaként mi a vélemény arról, mennyire tesz jót ez a nagypályás futballnak is, és mennyire tesz jót magának a futsal népszerűségének az, hogy hétfő esténként most már 10 csapat küzdött a bajnoki pontokért? Én úgy gondolom, hogy egyre inkább elfogadottá válik most már a nagypályás labdarúgásban is az a nézet, hogy a futsal elemek, illetve a futsal alapok azok nem hátrányt, hanem előnyt jelentenek a játékban, és ez egyre inkább népszerűvé válik.
és ez jellemző a megyére is, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elsők között volt, ahol a futszálbajnokság elindult, és valóban sikerült már olyan eredményeket elérni, amelyre felkapta az ország a fejét, elég, hogyha például csak a Csengerre vagy a Nyírgyurajra gondolunk, akik folyamatosan vitézkednek, és olykor elkapják a nagyoknak a grabancát is. Tehát azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni, és az pedig, hogy van létjogosultsága, annak a legjobb eredménye az, hogy a bajnokság egyre népszerűbb, egyre többen látogatják, tehát házas arénák előtt mennek a mérkőzések, és még egyszer mondom, hogy a színvonal is, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy elérte már azt a szintet, amire érdemes odafigyelni. Idegenbeli győzelemmel biztosította be a bennmaradást a legmagasabb osztályban a nyíregyházi Teke csapat. Az NTK 5-3-ra nyert a Vasasszonyfa ellen, így jövőre is a Szuperligában szerepelnek majd Szlovenszkijék. Vasasszonyfának az utolsó szalmaszála volt a bajnokságban, hogy még esetleg megkapaszkodjon a Szuperligában. Számunkra azonban az volt nagyon fontos, hogy matematikailag is megnyugvó helyen végezhessünk már most a tabellán, és láthassuk, hogy a középmezőnyhöz tartozunk majd, és még a hátralévő két fordulóból, hogyha pontokat csipünk el, akkor abszolút ott lehetünk a 7.-8. helyek valamelyikén, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos cél volt számunkra. Nagyon jól indult a mérkőzés számunkra olyan tekintetben, hogy a hazaiak egyik legjobb játékosa egy kicsi alulmúlta önmagát, de sajnos nem sikerült a Szlovenszky Attila Ráski János párosnak pontot szerezni ellene, míg mellett a Magyarorsi Péter is sajnos elhullajtotta a fontos csapatpontot, így izgalmasan kezdődött az első sor után a mérkőzés, ám a második sorban a Szegő Levente és Jómagam mentünk pályára, és a Levente 8 fával, én 4 fával tudtam diadalmaskodni, ami visszahozta a győzelmi reményeinket, és az árósorban egy felhetekesen játszó Hakkerdezsőt láthatott a közönség, és azt lehet mondani, hogy végig buzdítva őket, már egy kicsit kínlódva, de mégis buzdítva őt, szurkoltak a 600 fájáért, ami csak 597 fára sikeredett, és messze-messze a mezőny legjobb játékát mutatta Dezső, és ezzel nagyon fontos pontot szerzett a csapatunk számára. Ezzel a győzelemmel biztossá vált matematikailag is a bemaradás a Szuperligában. A Ferencváros ellen búcsúszok majd a hazai pályától ebben a szezonban. Ugye a Ferencváros az elmúlt években nagyon szoros, nagyon izgalmas meccseket játszottatok, most mire lehet számítani? Most sem lesz ez másként. A Ferencváros nagyon szeretne visszavágni az ottani vereségükért, mi pedig szeretnénk továbbra is megőrizni a Ferencváros elleni hazai veretlenségünket, és ezzel is bebiztosítani az abszolút középmezőnyhöz való tartozásunkat. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, igazából egyik csapat sem játszik kényszer alatt, tehát a Ferencváros már látszik, hogy a 6. helyet fogja elfoglalni a tabellán a végelszámolásban. Mi meg szeretnénk feljebb lopakodni, és mindenképpen a Szolnok után egy újabb nagy bravúrt szeretnénk hazai pályán végrehajtani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!